Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a megjelent kedves vendégeket. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek, illetve elfogadták meghívásunkat. Külön tisztelettel köszöntöm Magyar Norbert polgármester urat. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Nagy tisztelettel köszöntöm dr. Szabados Adrien jegyző, a megjelent képviselő tagokat. Nem fogom tudni végigmondani izgalmamban azt a pár mondatot, amit mondanom kell. Köszöntöm Fabu Anna Mártát, a Horthy Benedek Elek hagyományőrző és természetbarát óvoda igazgató asszonyát. Minden kedves vendéget, aki itt helyet foglal, és azzal, hogy megvásárolta a belépőjegyet, azzal támogatja a Horthy Pántlika Hagyományőrző Egyesületet. Köszönjük szépen! Megköszönöm az eddigi támogatásokat, akár anyagi, akár tárgyi támogatást kapott az Egyesület, és a bál bevételét teljes mértékben a volt rendőrség épületének felújítására fogjuk fordítani, ahol az Egyesületünk helyet kapott, táncpróbákra lehetőséget, kézműves foglalkozásokra teret, azon kívül különböző kulturális megmozdulásokra, közösségi megmozdulásokra tudunk majd programot szervezni. Köszönjük szépen a Horth nagyközségi önkormányzatnak, hogy ezt az épületet számunkra ingyenesen biztosította. Kívánom mindenkinek, hogy érezzék jól magukat. Fölkérem Magyar Norbert polgármester urat, köszöntse a közönséget. Jó estét kívánok, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Nem úszom meg ezt a köszöntést. A lényege a mai rendezvénynek, amiből szeretnénk hagyományt csinálni, akár a többi egyesületnek is, hogy az egyesületek egy kis extra támogatáshoz jussanak. A Pántlika Egyesület volt az egyedül, aki belevágott a volt rendőrös épületébe. Én nagyon köszönöm, hogy partnerek ebben. Magyar Falu pályázatból is jutottak támogatáshoz, illetve az önkormányzat különféle nyílászárókkal és egyéb dolgokkal támogatta őket, valamint a testület tagjai és jó magam is saját készpénz vagy egyéb forrás felajánlással, hogy mi hamarabb alkalmassá tegyék ezt az épületet a saját céljaik megvalósítására. Táncpróbák, kézműveskedés és egyéb más dolgok, akár más egyesületeknek is helyt adva ebben. Én arra kérném a ma este megjelenteket, akik megvásárolták a jegyet, hogyha még kellően erős a zseb, akkor a tombolára is nevezzenek és fogyasszanak, és nagyon-nagyon remélem, hogy egy szabad szemmel is jól látható összeg fog összegyűlni a Pántlika Egyesület javára, amit a volt rendőrös épületére fordíthatnának. Erről a rendőrös épületről még egy pár szót, hogy hogyan kapták meg. Itt egy minimum 10 éves szerződésük van, az önkormányzat vállalta a teljes rezsiköltséget, tehát a víz, villany, csatorna, hulladékelszállítás és egyebeket, tehát az épület felújítása, alkalmassá tétele az ő feladatuk, ehhez gyűjtenek most erőt.
Én nagyon remélem, hogy itt mindenki valóban támogató, és ugyanazt tudom mondani, mint Marika néni, hogy próbáljuk meg magunkat jól érezni ma este, és minél több pénz jöjjön össze. Jó szórakozás mindenkinek! Köszönöm szépen Korbán mester úr szavait. Nagyon nem szeretném húzni az időt, de néhány információt hallgassanak meg az Egyesületről. Működik a Horthy Népdalkör 1982 óta. Azóta nagyon sok változás történt a Népdalkör életében, de ha jól számoljuk, akkor ők most 42 évesek. Működik a Pántika Néptánc csoport, amely 2009-ben alakult, és most 15 évesek. Itt vannak a kicsik, akik a kicsi pártikások helyesebben, akik jó néhány éve támogatnak bennünket azzal, hogy eljárnak a próbákra, és szeretném elmondani, hogy a Pántlika Hagyományőrző Egyesület ebben az évben 5 éves. Azt hiszem, hogy ez a három csoport az Egyesülettel összefogva igenis képviseli Horth községet a környező falvakban, községekben, városokban, és nem csak a környező, hanem a távolabbi városokban is. Eljutottak már külföldre is, és a hírnevét viszik a községnek. Nagyon sok országos aranyminősítéssel rendelkeznek, külön díjakkal rendelkeznek, nívódíjjal rendelkeznek, és mindenhol nagyon nagy szeretettel fogadnak bennünket, fogadják a csoportokat. Nagyon szeretnénk, hogyha a régi rendőrség épületét rendbe tudjuk minél előbb tenni, akkor szeretnénk viszont hívni ezeket a csoportokat, elegettéve annak, hogy ők meghívnak bennünket, és mi is viszont tudjuk őket vendégül látni. Nagy műsorral mi nem készültünk a mai napra, mert azt gondolom, hogy ez most legyen a szórakozás napja, de azért itt látták, hogy a táncosok, a legkisebbektől a legidősebbekig viseletbe öltöztek, és egy kalocsai táncot szeretnék bemutatni, egy kalocsai karikázót, kalocsai lassú és friss csárdást, illetve marsot a mi lehetőségeinkhez mérten, úgyhogy fogadják őket szeretettel, és érezzék továbbra is jól magukat az estén. Hát a zenét Cibolya Lackó szolgáltatja. Remélem, már bebizonyította, hogy jó hangulatot fog teremteni, és az italpultnál pedig Káposzta Pistinél lehet vásárolni. Yeah.
néz a lánya ragadó. Minden este kikavítál az ablakó. Karjával integet, gyere bele, ha lehet. Megölellek, megcsomolnak, hogy majd szeretet. Karjával integet, gyere bele, ha lehet. Megölellek, megcsomolnak, hogy majd szeretet. Becsapott a csapláros négy farhány. A bor helyett tizenöttet a pohárba. Innen te hiába, drága a borára. Becsapott a csapláros négy farhány. Innen te hiába,
Jó,